Megújult piac várja a környék kiskereskedőit Bökönyben. Az új standokkal és tárolóépülettel bővített területen a környékbeli mezőgazdasági termelők és ruhaárusok értékesítik a termékeiket már évtizedek óta. Azonban, ahogy a polgármester elmondta, az eladók és a vevők számára sem volt kényelmes a kiszolgáló létesítmény, amin így változtatni kellett. Biztosítja a falu ellátását, mármint a termelőknek, a kistermelőknek, meg a viszonteladóknak, meg mindenkinek, aki a piacra kijön, ruhát cserél, gazdát cserél, és akkor nagyon hiányzott már ez a modern piac ide a településre, mert az előző az földről árultak, meg máshonnan árultak, de mindenképpen ez lett itt a főtérünk, a falu ékessége, ez a piactér. Bökönyi polgármestere kiemelte, az új piactér nem csak a kereskedelmet lendítheti fel, hanem közösségi szintere is lehet a településnek. Hozzátette, a községben nagyok a társadalmi egyenlőtlenségek, így a helyieknek nagy segítség, hogy nem kell máshová elutazniuk az árubeszerzéshez. A község életében nagy fordulópont ez, hiszen a lakosság ugye sok a közmunkás és az elszegényedett emberek, és az olcsó ruházati cikkeket, meg az olcsóbb bevásárlási cikkeket itt szerzik be, mert itt olcsóbb, mint a nagyáruházakban, vagy olcsóbb, mint a kiskereskedőknél, itt ránézésből is, hogy mondjam, itt előnyös a lakosságra mindenképpen, mert itt tudják beszerezni azokat az olcsó termékeket, amiből nekik a közfoglalkoztatási fizetésből futja. Simon Miklós országgyűlési képviselő a szerdai átadó ünnepségen elmondta, Bökönyi a térség elmaradottabb települései közé tartozott néhány évvel ezelőtt, azonban ma már semmiféle szégyelnivalója nem kell, hogy legyen az ott élőknek. Nem ez az egyetlen pályázat a területfejlesztési operatív programból, amit megvalósult. Bökönybe belvízelvezetés készült, ezen kívül a középületek jó része, óvoda, polgármesteri hivatal, szociális otthon újult meg energetikailag, és ilyen formán a település szinte új arculatot kapott. Simon Miklós hozzátette, a legutóbbi önkormányzati ciklusban több mint 2 milliárd forintból gazdálkodhatott a település, amelyből az előbb felsoroltak mellett a római katolikus templom is megújult, valamint a község egész területén kiépítették a szennyvízhálózatot.